20 nappal a tanévkezdés előtt csak a belügyminisztérium hivatalos álláskereső portáján több mint 4700 pedagógust keresnek. Állásajánlatból más online felületeken is van bőven, szaktanárt, óraadót, utazótanárt egyaránt keresnek. A Momentum egyik budapesti képviselőjelöltje 250 álláshirdetést gyűjtött össze és ragasztott ki az Emmi kapujára. Az elég a struc politikából felirattal arra emlékeztette a miniszter Kásler Miklóst, hogy 20 éve nem volt ilyen alacsony a pedagógusok száma az országban, mint most. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke arra számít, hogy egyre nehezebb lesz betölteni a nyugdíjba menő és pályaelhagyó tanárok miatt megüresedő állásokat. A tanárhiány már nem csak a hátrányosabb helyzetű térségekben okoz gondot. A pedagógusok szakszervezetének elnöke egy budai iskola esetét említette reggeli műsorunkban. Az egyikben 24 meghirdetett tanítói állásra 9-en jelentkeztek ebben a tanévben. Szabó Zsuzsa a következő tanévben is a kívánatosnál nagyobb óraszámú helyettesítéssel számol. A tanárhiány kérdésköre minden nyáron a baloldali média sláger témái közé tartozik, írt a kérdésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Stúdiónk vendége Kunhalmi Ágnes, a MSZ-ért társelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miközben néztük ezt a rövid összefoglalót, azt mondta, idézte ön is az Emmi válaszát. Az Emmi azt mondta, hogy mindez a baloldal kedvenc témája szeptember előtt, rendre előveszik, de igazából nincs miért aggódni, minden rendben lesz. Hát ez egy nagyon megalázó válasz minden olyan szakmával foglalkozónak, legyen a szakszervezet vezetője, legyenek azok a magyar pedagógusok, vagy az egész oktatás szférában dolgozók, akik viszont megpróbálják a hátukon vinni azt az elképesztően rossz rendszert, rosszá varázsolt rendszert, amit a Fidesz csinált. Ma Magyarországon sajnos országos és rendszer szintű pedagógus hiány van évek óta, és nem tesz a Fidesz semmit. Az első és legfontosabb az lenne, hogy például azt a bizonyos vetítési alapot a minimálbérhez kellene kötni, ezt Orbán megígért, aztán ezt jól visszavonta, és tulajdonképpen ezzel jól be is csapta az elmúlt 10 évben a pedagógusokat. Elég lenne ennyi ön szerint ahhoz, hogy többen válasszák ezt a szakmát, és hiszen nem. Most szeptemberre nyilván nem oldaná természetesen meg. Nem, de ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hiszen a kezdő pedagógusok is sokszor nagyon gyorsan otthagyják a pályát. Tehát az egyik eleme ennek a bér. A bért, hogyha nem kiszámítható, hogyha nem ütemesen, folyamatosan nem látja maga előtt évekig egy pedagógus, hogy mire számíthat, mi a kormány, és ezért remélhetőleg egy új karácsonykormány, hogyha a választók jóvoltából meg tud alakulni, ez az első fontos ígérete. A másik pedig az, hogy meg kell változtatni a környezetet. Hát ott, ahol a pedagógusokat degradálják, ahol lenézik őket, ahol tulajdonképpen alattvalóként és nem partnerként kezelik őket, ahol nincs tanítási szabadság, ahol semmilyen mozgástér nincs már sokszor ebben a központosított iskolarendszerben, ez megfojtja azt a kedvet, megöli a pedagógusokban azt a lendületet, amivel szeretettel mennek a pályára többen, és amivel egyébként vissza lehet foglalkoztatni szeretetben a nyugdíjas pedagógusokat adott esetben, és bírnak dolgozni egyébként, akik ma a hátukon viszik a rendszert. Ha már Karácsony Gergelyt említette, a Facebook oldalán ő maga posztolta, hogy miközben Magyarországon egyetemi oktató 192.000 forintot keres nagyjából ehhez képest, a Matthias Corvinus kollégiumban egy óra, egy ösztöndíjat kínál külföldről jött vendéghallgatónak 3,5 millió forintért. Sokan mondhatnák, hogy igen, nem lehet összehasonlítani a körtét az almával, mert egészen más, hogyha valaki külföldre megy, és egy külföldi egyetemen vállal, feladva az eddigi életét valahol máshol feladatot. Igen, sokan összeszokták, főleg a kormányzati szereplők és a propaganda média, hogy hát akkor nézzük meg a CEU-nak a béreit. Egyrészt a CEU a soha nem terhelte a magyar költségvetést. A Matthias Corvinus Egyetem pedig magyar adóforintokból, a magyar vagyon, nemzeti vagyonból kibélelt egyetem, és tulajdonképpen ott megalázó az is, hogy mekkora különbségek vannak, de hogy akkor aki ott tanít, annak ugyanannyit kellene megadni. De a mi célunk az, hogy a magyar egyetemi szférában dolgozó oktatók, azok is maguk előtt lássanak egy egész életpályát, és lássák azt, hogy mondjuk 30-40-50%-kal hogyan lesz mondjuk a ciklus végéig egyébként emelkedve folyamatosan az ő bérük. De akkor ezt mondjuk megszüntetnék, hogy ilyen magas áron jöjjenek ide egyetemi oktatók, vagy ebbe bele lehetne szólni, ez egy önálló intézmény? Hát megvannak annak a jogi eszközei, hogy hogyan lehet majd ezt az alapítványi szférát kicsit
átalakítani, mert azért itt látszik az, hogy a Matthias Corvinus Egyetem az tulajdonképpen egy Fidesz nevelde, tehát egy elitképző. Tehát Orbán Balázsnak jelent meg legutóbb államtitkár úrnak egy régi beszélgetése a G7-eken, és tulajdonképpen kiválóság neveldének, kiválóságok nevelésére szolgáló intézménynek nevezte a Matthias Corvinus, tehát tulajdonképpen a Fidesz elit utánpótló képzője lett ez állami pénzből, miközben az egész egyetemi szféra önmagában nem érdekli a Fidesz, csak annyiban, hogy átviszi mondjuk alapítványi pénzekre, vagy formába, hogy tudja uralni, de a társadalmi mobilitást, hogy mondjuk egy alsó középosztálybeli, vagy egy szegényebb családba születő gyerek is el tudjon menni mondjuk akár orvosira, vagy akár bármilyen más képzésre, az már nem érdekli. Jelen pillanatban azért erre is van lehetőség, de ezt kifogásolják, hogy egyre kevesebb. Ha már említette a hosszú életpályákat, ugye a nyugdíjszámítással kapcsolatban is nagyon kétfajta ellentétes álláspont jelent meg a HR portálon. Bán András, a szociálpolitikus azt írta, hogy nem lesz az MSZP nyugdíjszámításával magasabb nyugdíja, sőt kevesebbhez fognak jutni majd a nyugdíjasok. Miklós László, az MSZP szakértője ezt cáfolta, ő azt mondta, hogy ez nem igaz, ez pont az a cél, hogy tompítsák a különbséget. Hosszú távú cél, ezek szerint jól veszem ki ezekből a szavakból, hogy ez az olló egy kicsit közelebb kerüljön egymáshoz a nagyon jól keresők és a kevésbé keresők között? Döntő fontosságú, ma nincs olyan szakszervezet, vagy nincs olyan nyugdíjszervezet, nyugdíjszakértő, bárki, aki ezzel foglalkozik, amatőr vagy professzionális szinten, aki nem mondaná el mindig az elmúlt, nem mondta volna el az elmúlt években, hogy nagyon durván szétnyílt az olló a nyugdíjas társadalom, és azt hiszem, hogy nem kell a nyugdíjasoknak, mert bemennek a boltba és látják, hogy mennyit ér a nyugdíjuk, és az aktív keresők között. Ez nem normális, mert ez magával hoz egy nagyon erős szociális válságot és egy társadalmi válságot. Röviden erről ennyit. Ezért az MSZP-nek és egy következő kormánynak az lenne a legfontosabb cél, és erre tett javaslatot az MSZP, hogy úgy emelkedjen mindenkinek, tehát nem csak a mondjuk a 100 ezer alatti, vagy a 150 ezer alatti nyugdíjasoknak, hanem minden nyugdíjasnak, a 300 ezer forintot kereső nyugdíjasnak is. A fölött már elég kevesen vannak, a döntő többség a nyugdíjasoknak az alatt van, de mindenkinek úgy emelkedjen a nyugdíja, hogy mindig az alullévők egy picit többet kapjanak. Ez a kételemű. Egyrészt visszaépítjük mi is folyamatosan a 13. havi nyugdíjat, a másik pedig annak a bizonyos svájci indexálásnak a visszahozatala, ahol is az inflációval mindenki megkapja, de a gazdaság vagy a bérnövekedéssel kapott pluszt, azt is differenciáltan osztanánk szét. De amit Bán úr mond, és ezért nem igaz, mert abban a pillanatban, ahogy ez az olló, majdnem, tehát ahogy ez az olló becsökken, vagy közelebb kerül egymáshoz, így van, és rendeződik a nyugdíjasok és az aktív keresők közötti nagy különbség, vagy rendeződési folyamatot vesz fel, abban a pillanatban egyébként minden szinten lehet, egy kormány dönthet úgy, hogy akkor továbbra is még további emeléseket hajt végre. Ami most még ezek szerint nincs benne, de egy hosszabb távú célban szerepel. Egy nagyon rövid válasz szeretnék a Velencei tóval kapcsolatban. A kormányhoz kérdéssel fordult, a belügyminisztérium válaszolt, nem volt elegendő ez a válasz. Mit, hol tart most ez a kérdés? Amit kérdeztem, és ma reggel hajnalban megnéztem. Ki a felelős, és kinek kellene ehhez? A kormány a felelős, a vízügy is felelős. 44%-kal csökkent a vize a Velencei tónak. Iszonyat halpusztulás volt. Ott van két víztározó, a Zámó és a Pátkai víztározó. Azt mondják a vízügyesek, hogy az csak 1-2 centivel emelte volna meg a Velencei tónak a vízszintjét. Igen, nem csak ha azt időben leengedik, akkor lehet, hogy nem tartunk itt, de a szakemberek azt mondják, hogy erre pár 10 milliárd forint elég lenne, ne haragudjanak, Mészáros Lőrinc óránként, vagy amíg itt beszélgetünk, ennek egy részét már zsebre teszi. Tehát a Velencei tó bajban van, a társadalom egy része erről még nem értesült. Az MSZP szabad strandok és szabad vizek kampánya erre hívja fel a figyelmet, hogy igenis figyeljenek erre oda, mert egyszerre gazdasági probléma és egyszerre egy ökológiai probléma. Elismerte a belügyminiszter, kedves Ágnes, haltenyésztés folyik a két víztározóba. Én meg most további kérdéseket tettem fel, hogy nem kéne azt felfüggeszteni, vagy valahonnan egyáltalán valahonnan vizet hozni, mert csak az időjárásra, ilyen hőhullámok közepette nem biztos, hogy lehet, de lejárt az időnk, és sok téma volt, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm.